Hogyha visszaemlékszik a pedagógus pályára, pontosan mekkora időről is beszélünk, mennyi időt tanított és hol? Hát én tulajdonképpen Halasi Tanyákon, Eresztőpusztán, ott egy évet, aztán itt csináltak a szegény környéken, ahol nagyon szegények jártak, és 4 kilométerről kellett menni az iskolába, naponta persze oda, és vissza is 4-et, úgyhogy nagyon hosszú volt. És ott volt egy ilyen nagy szőlő birtokosnak, már nem is éltek, a nagy házuk, olyan tanterem, kisebb tanterem nagyságú helyiség volt, azt berendezték, és ott tanítottam én még 5 évet. Mégpedig 1-től 8-ig voltak körülbelül a legkevesebb 51, a legtöbb 56 az a környékről, akik jöttek. Persze alsó tagozatosak voltak többen, és akkor kénytelen voltam én, mint kis tanító és kezdő, kezdve osztani a csoportot, mert úgy fértek csak be, hogy 1-3 osztályban azok többen voltak, és akkor a 4-től 8-ig, amikor 7., 8., 1., 2, hát tanyai gyerekekről volt szó, ahol bizony igen erősen dolgoztak is, akkor azok tanultak utána, de nagyon szerettem ott. Annál hálásabb gyerek, annál becsületesebb, rendesebb gyerekek, mint a tanyaiak. Szüleim is tanyán tanítottak Alsózsanán, 13 évig, a 20-as évek után, és hát ismertem, hogy mit jelent a tanyai, de nem bántam meg, azok is szép évek voltak. Aztán bekerültem a városba véletlenül, Alsóvárosi iskolába, mert áthelyezték Karsainnét a gimnáziumban, mint matematikust, és akkor kellett. Én még kezdő matematikus voltam, azt még szerettem mindig a számtant, abban az időben még így mondtuk, és szívesen tanítottam. 30 évet benne az Alsóvárosi iskolában, és utána még 8 évet, 9-et, így valahogy már vissza-vissza hívtak az AMK-ba, olyankor, amikor helyettesíteni kellett, aki lemondott, vagy beteg volt, és akkor, hogy gyere be és vedd át az osztályt. De az meg az alsó tagozatban volt. Különben a városban, a felső tagozatban matematikát tanítottam, amit nagyon szerettem. Kint a tanyán pedig hát mindent. Ott kezdődött. Hogyha visszaemlékszik ezekre az évtizedekre, mik azok a legszebb emlékek, amit önnek a pedagógusi pálya nyújtott? Miért volt érdemes pedagógusnak lenni? Mondjam azt, hogy én nem szívesen lettem pedagógus. Szüleim pedagógusok voltak, és én féltem az előadásoktól, féltem a szinte szerepléstől, mert a tanító csak szerepel ott, és féltem, hogy tévedek, és akkor az lett a vége gyerekek miatt. A gyerekeket viszont megszerettem. A gyerekek azok végtelenül hálásak lesznek. Nem úgy, hogy megfizetik, nem fizetnek, vagy pedig ajándékkal, hanem a ragyogó szemükkel, és a mosolyukkal. És amikor az ember érzi, hogy oda szalad a kicsi, és átölel, vagy pedig egyszerűen olyanokat mondak, hogy jaj, Rózsanéntől úgy félünk, hogy a piros az arca, mert akkor haragszik. Ennyi a harag. Szóval ez egy olyan kedves, amikor a gyerekek ilyet így megmernek mondani. Nagyon szerettem is. Azért szerettem meg a pedagógus pályát. Most így visszanézvén, például manapság az iskolákra, a tanításra sokat változott a világ? A mai iskolák nagyban eltérnek attól, amiben még ön tanított? Hát a mostanit nem ismerem. Nagyon-nagyon jó volt, szerencsém is volt. Az Alsóváros iskolának egy szenzációs tantestülete volt. Nagyon jó régi igazgató. Tulajdonképpen édesapám korabeli, és ismerték is egymást, de nem, hogy velem szemben jó volt, hanem az egész tantestületben össze tudta tartani. A gyerekeket nagyon kézbe tartotta, nekik nem volt, de ő nagyon szerette a gyerekeket. Soha durva hangot el nem hangzott. Olyan tantestület volt, hogyha például azt látták valakiről, hogy egy kicsikét bágyadtabb vagy fáradt, és nem ügyeletes volt, tehát le kellett volna menni a gyerekekkel szünetbe, na maradj szépen, majd helyettesítünk. Nem kellett kérni, vagy akármit, szóval egymást segítettük, összetartottunk. Nagyszerű tantestület volt, és ott voltam 30 évig, szerettem. Igazgatók változtak, de valahogy úgy került az minden igazgatóba, a szellem ugyanaz volt. A nevelők is változtak, de a szellem megmaradt, valahogy, mint hogyha falakban lett volna.
hogyha manapság találkozik diákokkal, sok diákra emlékszik még az elmúlt évtizedekből, és milyen érzés, amikor volt tanítványokkal találkozik? Akkor mondjam az egyik legkedvesebbet, ami most ért az utolsó csoportom, akikkel végeztem, kiszámították, hogy most jár le a 35. év. Közben kiszámították, hogy hát a 50-et nem tudhatjuk megérni már. Erre azt mondták, hogy csinálunk most egy találkozót. És azzal leptek meg, és a tantest, vagy a gyerekek közül volt, akinek, szóval összejöttek nagyon sokan. Aztán jól érezték magukat, tehát kint voltunk, azt hiszem, a nem tudom melyik közelben, nem érdekes. Nagyon jó érezték, nagyon kedvesek voltak, nagyon aranyosak voltak. Aztán utána hiányolták, hogy hát csináljunk még egyszer egy ősszel is, egy összejövetelt, akkor még eljöttek hozzám. Nos, az egyik példa, megint nagyon kedves, az édesanyját is tanítottam, sőt az egész családot ismertem. Kint anyán is tanítottam a családból gyerekeket, és nem akart lejönni, Pesten dolgozott. Hát jön-e? Hát nem akar. Ugyan mondjátok meg, úgy szeretnék találkozni vele. Hát lejött. Az ilyen apró dolgokké érdemes visszaemlékezni. Különben nagyon szerettem. És én azért szerettem tanítani. Egyrészt azért matematikát taníthattam. Mondjuk így azt mindig szerettem. A számtant, a matematikát akármelyik iskolában tanultam, és utána is talán meg is tudtam magyarázni. És a gyerekek nem féltek, ez a másik. Volt olyan gyerek, aki azt mondta, hogy jaj, hát én nem értek a matematikát. Mondom, akkor értesz máshoz. Minden emberben van érték, akkor fot és éppen olyan fontos vagy, mint a másik. Fölengedett a gyerek. Na, ezért szerettem őt, mert föl tudtam, meg voltak képesek, hát szüleim is tanítottak, föl tudtam oldani őket. Nem volt gátlás, és nem féltek. Az más jelent, hogy azért rendet tudtam tartani. Szerettem a fiúosztályba tanítani.